A Magyar Diafilmgyártó Vállalat bemutatja József Attila című diafilmjét. Mint a tejút a vonuló egyek táguló boltozatán, s mint a valóság heveny láz után, úgy ragyog és világít lelkemben, mely világot áhít, az emberi fölszabadulás. A való anyag teremtett minket, e szörnyű társadalom öntő formáiba löttyintve forrón és szilajon, hogy helyt álljunk az emberiségért, az örök talajon. A város peremén, ahol élek, beomló alkonyokon, mint pici denevérek puha szárnyakon száll a kolom, s lerakódik, mint a guánó, keményen vastagon. Lelkünkre így ül el a kor. A valóság nehéz nyomait követve önnön magadra, eredetedre tekints alá itt. Az egész emberi világ itt készül. Itt minden csupa rom. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz, vonz, hogy egy táj nem enged, és miféle gazdag szenvedés taszít ide? Anyjához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. Magaddal is csak itt bírhatsz, ó lélek. Ez a hazám. A költő szülőháza, Gát utca 3. 1905-ben születtem Budapesten, a Ferencvárosban. Reménységnek és tulipánnak, kicsi kis deszka alkotmányba 1905-ben igen iktattak be az alkotmányba. A kártyás munkásnak fiúként, s a szép ifjú mosóasszonynak, ligetnek, sárnak, vágynak, célnak, fejkendőbe kötözött gondnak. Április 11. Apám 3 esztendős koromban kivándorolt. Az urak locsogtak, fecsegtek, ő batyut kötött, odaszállt, hol jó munkást, szép pénzt kecsegtet. Anyám mosással és takarítással tartott el bennünket, engem és 2 nővéremet. Családi fénykép 1908-ból. Nevelőszülők háza Öcsödön. Az Országos Gyermekvédő Liga Öcsödre adott nevelőszülőkhöz. Itt éltem 7 éves koromig. Már ekkor dolgoztam. Disznópásztorkodtam. Öcsödön rossz volt. Kellett volna 2 kis ló, kis eke, kis ház, kis kutya, kis csikó. Minden arányosan hozzám, mint ahogy minden arányos volt nevelőapámhoz. 9 éves koromban kitört a világháború. Egyre rosszabbul ment a sorunk. Vizet árultam. Színes papírforgókat csináltam. Kosarat csomagot hordtam. Úgy segítettem anyámnak, ahogy tudtam. 1919 karácsonyán meghalt az anyám. Utoljára szabadszállásra mentem. A hadak vége volt, és ez összekuszálódott Budapesten, kenyér nélkül üresen állt a bolt. A vonattetőn hasaltam keresztben. Hoztam krumplit, a zsákban köles volt már. Neked én konok csirkét is szereztem. És te sehol sem voltál. Kése is irató. Mama. Csak ment és teregetett némán. Nem szidott. Nem is nézett én rá. És a ruhák fényesen suhogva kerintek, szálltak a magasba. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Kass János illusztrációja. Makóra kerültem a Demke internátusba, ahol rövidesen ingyenes helyet kaptam. Nyáron lakásért és ellátásért tanítottam. A kisdiák 1920-ban.
17 éves korában jelent meg az első verses kötete, az előszót Juhász Gyula írta. Ez a nagyon fiatal, nagyon tehetséges költő a legteljesebb mértékben megérdemli, hogy igaz szeretettel és reménységgel fogadja a magyar olvasó közönség. József Attila, Isten kegyelméből való költő. Juhász Gyula, Móra Ferenc és mások társaságában, 1923-ban. 17 éves koromban írt költeményeimet a Nyugat publikálta. Csoda gyereknek tartottak, pedig csak árva voltam. József Attila, 1924-ben. Elhatároztam, hogy végképpen író leszek. Magyar-francia filozófia szakra iratkoztam a Szegedi Egyetem bölcsészeti karán. Napokat ettem, verseim honoráriumából fizettem lakásomat. Nem én kiáltok, a föld dübörög. Vigyázz! Vigyázz, mert megőrült a sátán. Lapulj a források tiszta fenekére, simulj az üveglapba, rejtőzz a gyémántok fénye mögé. Nem én kiáltok. A vers, amely miatt 1925-ben eltanácsolták a Szegedi Egyetemről. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám. Ez a versem tiszta szívvel a címe, igen nevezetessé vált. Hatvani Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította. A következő évben 20 éves voltam ekkor, Bécsbe mentem, beiratkoztam az egyetemre, és abból éltem, hogy újságot árultam, és a bécsi magyar akadémikusok helyiségeit takarítottam. A Collegium Hungaricum Bécsben. Kassák Lajos és a MA című folyóirat munkatársai Bécsben. Itt szerettek engem, barátok közé jutottam. Idézett nővéréhez Jolánhoz írt leveléből. Lesznai Anna, Balázs Béla és Lukács György igen nagy költőnek tartanak. Válogatás fiatalkori olvasmányaiból. A polgári szabadságok ideje régen elmúlt. Előre nincs más út az intellektüelek számára, mint vagy az egyik, vagy a másik fronthoz csatlakozni. A szabadságért folyó harcot is csak rendezetten lehet megbívni. Levele Jolánhoz. A nyár végeztével Párizsba utaztam. Itt beiratkoztam a Sorbonra. Az Eiffel-torony éjjel eldől, bebúvik paplanos ködökbe, ha lány vagy, megcsókol a rendőr, és az illemhelyen nincs ülőke. Párizsi Anzix. Két hónapja tanulok, de írok verset, mégis franciául. Az Esprit Nouveau hatott, el is fogadott. Levele Galambetenhöz. Párizs, 1927, Korda Vince festménye. Lidi nénémnek öccse itt, Batukán pesti rokona, kenyéren élte éveit, s nem volt azurkék paplana, kinek versért a halál, öles kondérban főz babot, hely burzsoá, hely proletár. Én József Attila, itt vagyok. 23 király sétál, jáspis korona fejükben, sárga dinnyét edegélnek, új hold süt a bal kezükben. Kondor Béla illusztrációja a Medáliák című vershez. József Attila Vágó Mártával. Kezed csillag én nekem, gyenge csillag fejemen. Vaskos göröngy a kezem, ott porlad a szívedem. Gyöngy. Nagyapjával és etanővérével szabadszálláson. Avas szalonnán élt, mint az idő. Telt múlt naponta, sárgán görbülő. Szalmát számolt, vagy nézte az eget. A csillagokban szíve zizegett. Dörmögő. Ki a faluba, Földeákon a községháza előtt? Nyűgös és alázatos kisbérese vagyok az eljövendő tisztultabb társadalmi berendezkedésnek. Magyar Alföld, gond a dombja. Ó, kik nőttök felhőt leveledzvén, bodzás kis fenék, nézzétek, ím országúton némán vándorolnak ki a jegenyék.
Dési Huber István illusztrációja. Baloldali értelmiségiek között egy kiránduláson, 1930 táján. Én több mint egy esztendeje tevékeny tagja vagyok az illegális KMP-nak. Forradalmi verseim többsége a munkások kezén forognak, sokszorosítva. Levele Fábri Zoltánhoz. Bérmunkás ballada. Szemünk előtt csak szíj szalad. Csinálunk kocsit, hozzá pályát. Földben, föld fölött, föld alatt elültetjük a világ fáját. Begyűjtjük a rét gabonáját, és még büszkék se lehetünk. Tűzbe vetik, vízbe dobálják. Bérünk van, nincsen örömünk. Derkovics Gyula, tüntetők. Munkát, kenyeret. Munkát, kenyeret. Jön a tömeg, a tömeg. Mint a megriadt legyek, röpülnek róla a kövek. Favágó. Fönn a fagy baltája villog. Szikrázik föld, ég, szem, a homlok. Hajnal suhin, forgács fény röppen. Ej, döntsd a tőkét, ne siránkozz. Ne sziszenj minden kis szilánkhoz. A költő a Döntsd a tőkét kötetével. A halálbüntetés elleni röpcédula. Szövegét József Attila írta. Szántó Judit. S mondd, mit érlel annak a sorsa, ki költő, s fél, és így dalol. Felesége a padlót mossa, s ő másolás után lohol. Neve, ha van, csak áruvédjegy, mint akármely mosópori. Derkovics Gyula, télen. A csördülő ég vasban áll, ez a fagy átszúr döf tüdőt, rongy mögött mesztelen kebelt, köszörünk sikoltó idő. Fagy. Baráti társaságban 1934-ben. Énekelni új nehéz, hol kíváncsi szemek figyelnek, mégis elfogódva bár, fújd el dalod, zend a munkások dalát. Invokáció. Bartók Béla példája jelentősen inspirálta a költőt. A proletár művészet ősét a népművészetben látja, hiszen a népművészet hagyományosan kollektív. A népművészet a felgyülemlet, jelenlevő múlt, hatékony emlék, mely irányítja a jövőt. Fiatalságunk és a népművészet. Író találkozó Balatonfüreden 1932-ben. Versem az éki szívem versbe kérte, és nékem elég a barátság érte. Én költő vagyok. 1933-ban írta az ódát. Mint alvat vérdarabok, úgy hullnak eléd ezek a szavak. A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehullnak, de te megálltál szememben. A Korong utcai ház. Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön, megy, és elnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szösz sötétben. Így iramlanak örökében kivilágított nappalok. József Attila az Operaház előtt 1935-ben. Sovány vagyok. Csak kenyeret eszem néha, a léha locska lelkek közt ingyen keresek bizonyosabbat, mint a kocka. Eszmélet. Vasúti kocsi ütközők. Motivumkép. Hallottam sírni a vasat. Hallottam az esőt nevetni. Láttam, hogy a múlt meghasadt, és csak képzetet lehet feledni. Eszmélet. A beteg költő. Én itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat.
Ó, emberiség, ki törött anyám szenvedni szaporított, és nem értett. Nem rettenek születni újra, érted? Te 2 milliárd párosult magány. 1936-ban jelent meg utolsó verses kötete. Hívül belül leselkedő halál elől, mint lubba megriadt egérke. Amíg hevülsz, az asszonyhoz úgy menekülsz, hogy óvjon karja, öle, térde. Nincsen egyéb menedékünk. Katonai szemle Berlinben. Mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jogokat, hát egymás ellen új gyalázat serkenti föl a fajokat. Az elnyomás csapatban károg, élő szívre, mint dögre száll. Őspatkány terjeszt kort. S bár hűvös örökké való dolgok közt muszáj őgyelegnem, a palánkok közt szárnyaló munkát nem lehet elfelednem. Irgalom. Az 1936-ban megindult baloldali folyóiratnak József Attila lett az egyik szerkesztője. Célunk az a társadalmi és állami életforma, melyben a szép szó, a meggyőzés, az emberi értékek kölcsönös elismerése, megvitatása, az egymásra utaltság eszmélete érvényesül. Szerkesztői üzenet. A Dunánál. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. A világ vagyok. Minden, ami volt, van. A sok nemzetség, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. A Dunánál. Kézirat. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. S rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk. És nem is kevés. Thomas Mann üdvözlése. S együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódit, a fényt, melytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Flóra. Úgy kell lesz nekem, Flóra, mint falun villanyfény, kőház, iskolák, kutak, mint gyermekeknek játék, oltalom, munkásoknak emberi öntudat. Hazám. Retteg a szegénytől a gazdag, s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket, s nem csalók a remény. Derkovics Gyula, statárium. S mégis magyarnak szám kivetve, lelkem sikoltva megriad. Édes hazám, fogadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiad. Hazám. Szárszói Sinek, motivumfotó. Le vagyok győzve, győzelem, ha van, de nincs, akinek megadjam magam. Úgy leszakadtam minden más világról, ahogyan lehull a gyümölcs az ágról. 1937. december 3-án tehervonat alá vetette magát. Temetése Balatonszárszón. Íme hát megleltem hazámat, a földet, ahol nevemet hibátlanul írják fölébe. Az Ars Poetica című versének kézirata. Én mondom, még nem nagy az ember, de képzeli hát szertele. Kísérje két szülője szemmel, a szellem és a szerelem.
tündöklik, mint a gondolat maga a téli éjszaka. Ezüst sötétség némasága holdat lakatol a világra. A hideg űrön holló repül át, s a csönd kihűl. Hallod egy csont a csöndet? Összekoccannak a molekulák. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint napfényéből a tejút. És ha csak pislog már a nap, sarjaink bízóan csacsogva jó gépen tovább szállnak a művelhető csillagokba. A diafilmet összeállította Sára Péter, lektorálta Fodor András, szerkesztette Ruzicska Józsefné. Elmondták Kozák András és Kútföldi Erzsébet.